Hatalmas nagy igény van arra, hogy a oktatási infrastruktúrát javítsuk, és a magyar közösség gyermekei méltó 21. századi körülmények között járhassanak az iskolába, óvodába. Rendkívüli igények merültek föl, hiszen sajnos itt a szovjet múlt után eléggé nehezen álltak talpra ezek az intézmények. Egy nagymértékű elhanyagoltság, lepusztultság volt jellemző ezekre az épületekre, amelyet talán magyarországi emberek nem is nagyon tudnak bemérni, vagy hová tenni, hiszen Magyarországon ilyen állapotok nagyon régóta nem voltak ismeretesek. Akkor arról van szó, hogy egy fűtésrendszert kell megcsinálni, mert ugye 93 óta a gyerekek ugye téli időszakban 6-7-8 fokos terembe ülnek például, vagy a nyílászárókat kell kicserélni, hiszen teljesen alkalmatlan ablakok vannak egy iskolában, ami ugyancsak hát alkalmatlanná teszi az oktatásra az intézményt, a szigetelést, a homlokzatot és számtalan dolgot, a tetőzetet, hogy ne ázzon be az épület, hiszen sok helyen lényegében hosszú évek óta ázik és hát rongálódik az épület szerkezete. Ilyen alapvető igényeket szándékozunk megoldani a Keleti Partnerség program keretében lehetségessé vált támogatásokkal. A mai nap három iskolában kerül átadásra ez a felújítási program. Ugye az első, ami már lezajlott Forgolányban, az iskolának a nyílászáróit újították fel a projekt keretében egy közel 10 milliós nagyságrendű program segítségével. Itt Szőlős Gyulán már több fejlesztés is történt, most a legutóbb ugyancsak a keleti partnerség program keretében az iskolának a szigetelését sikerült megújítani, ami rendkívül fontos az épületállagának megőrzése szempontjából, illetve a homlokzatot megfelelően méltó állapotba hozni, ami az iskolát hát egy méltó külalakkal ruházza föl. Elhangzott a megnyitón, hogy természetesen a külalak mögött az igazi belső érték a fontos, hiszen ez a Szőlős Gyula iskola, ez a kárpátaljai magyarság oktatásának egyik bástyája. Itt a környéken a legfontosabb, legerősebb oktatási intézmény, és rendkívül jó eredményeket érnek el a gyerekek a tanulmányi eredményekkel, a versenyeken való részvételekkel. Mind azt mutatja, hogy egy nagyon elkötelezett, szakmailag nagyon magasan képzett pedagógus gárda dolgozik itt. Pedagógusok áldozatkészségét azt külön kiemelném, hiszen ők ismeretes módon nem könnyű viszonyok között dolgoznak. Ez nem csak munka, hanem hivatás is természetesen. Ezek az emberek a hivatásuknak élnek, úgyhogy illesse tisztelet a kárpátaljai magyar pedagógusokat, a Szőlős Gyulaiakat különösen. Szeretnénk folytatni természetesen ezt a programot, a magyar kormány elkötelezett ebben a kérdésben. Az iskolák, az óvodák fejlesztése az egy stratégiai kérdés. Szeretnénk azt, hogyha a gyermekek itt méltó körülmények között tanulhatnának, és mindez szolgálná a szülőföldön való megmaradás ügyét, ami elsőrendűen fontos kérdés most itt Kárpátalján, hiszen a gazdasági problémák, az infrastruktúra fejletlensége, munkavállalási munkahely hiány és egyéb problémák miatt az emberek elég nagy része kényszerül, úgymond több lábon élve más országban, főleg Magyarországon is munkát vállalni, vagy még messzebb akár elmenni munkát vállalni. Ez nyilvánvalóan egy nem méltó állapot az embereknek, a családnak, hiszen a család egysége az fontos, fontos az, hogy együtt legyenek az emberek, szülőföldjükön tudjanak boldogulni. Hát ezt szeretnénk szolgálni ezzel a programmal is, és még más egyéb infrastruktúra fejlesztési programokkal, határátkelők nyitásával, fejlesztésével. Reméljük, hogy a következő néhány évben kézzelfogható eredményeket tudunk felmutatni ebben a kérdésben. Itt lényegi jelentősége az, hogy az ukrán fél ezeket a kérdéseket ugyanúgy megfelelő fajsúlyuknál kezelje, és mivel két oldalú módon lehet megoldani, ezért partnere legyen a magyar félnek abban, hogy ezeket az infrastruktúrális problémákat minél hamarabb megoldják. Mi részünkről erre teljes mértékű politikai készség van, elhatározottság, kész projektek állnak rendelkezésre, tehát lényegében nagyon rövid idő alatt tudunk komoly eredményeket elérni ilyen kérdésekben, a határátkelőhelyek, az utak fejlesztésében, egyéb infrastrukturális ügyekben.